partra szeretném, hogyha eljutnának, amit Arany János fogalmazott meg. Hittel, reménnyel indultak gazdagon, és egy a mi közös szent vigaszunk, hogy a lélek él, és hogy oda át találkozunk. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek, úgy, ahogyan hallottuk, azoknak, akik itt vannak, akik bennünket figyelnek, vagy éppen ezután mennek ki a temetőbe, megnyugvást, megbékélést, hogy el tudják fogadni az elfogadhatatlant, megértsék a megérthetetlent. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, kihez mehetnénk a gyász fájdalmával? Ki lehetne, aki megvigasztalna bennünket? Hiszen örök élet, a feltámadás, a találkozás beszéde csak te nálad van, a mi Úrunkban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy megmutattad a te kegyelmedet Jézusban. Őt adtad halálra azért, hogy legyőzze a halált. Őt támasztottad föl elsőként, hogy nekünk is feltámadásunk legyen. Ezzel a hittel és bizodalommal helyezzük kezedbe eltávozott testvéreinket. Kérünk téged, részeltesd őket megváltó Urunk vérén szerzett üdvösség javaiban. Atyai kezedre bízzuk magunkat. És most különösképpen is atyai kezedre bízzuk Szikszai Imre Sándor testvérünk jelenlévő családtagjait, akik nem az elmúlt napokban, hanem 4 esztendővel ezelőtt engedték el nem csak test, hanem lélek szerint is a kezét. Annak, akivel együtt lenni és együtt élni a legnagyobb öröm volt. Eltelt 4 év, de a sebek ugyanúgy fájnak, ezért add a te gyógyír és vigasztaló szavadat újra és újra az ő szívükbe. Szent lelked mindenkit vigasztaljon, aki ugyanígy távolba lát, és távolból idézi föl az elhunyt kedvesnek az arcvonásait, a szavait, mert nekünk mindig fáj, ha egyedül maradtunk. Nekünk mindig fáj, ha nincs, aki támogasson. Mindig fáj, és örökké fájni fog, ameddig dobog a szívünk, hogyha az, aki fölnevelt, az már nincs. Köszönjük neked, Urunk, hogy elköltözött szeretteink életét és rajta keresztül a kapott ajándékokat, amikkel meggazdagítottál bennünket, most föl tudjuk idézni. Erősíts meg minket, erősíts meg azokat, akik elesettek, hogy a te erőddel fordulhassunk szembe a halál és a pusztulás erőivel, és a tőled nyert életszolgálatában, a Jézus Krisztus hitében maradjunk meg, és mondjunk nemet az örök halálra. Ámen. Mindenkit az Úr adott, az Úr vett el. Áldott legyen az Úr neve. Ámen. Fölemelkedve helyünkről mondjuk el Jézusunk imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Ámen. Kérem, foglalják el a helyüket a testvérek. Záró énekünk a 459. dicséret lesz, és ahogyan az imádságban hallottuk, emlékezzünk szeretettel azokra külön, és imádkozzunk majd odahaza is, akik a friss gyász mellett a korábbi gyászt próbálják elhordozni. Az Isten tisztelet után hallani fogjuk
Szikszai Imre Sándor testvérünkre emlékeztetve a harangot néhány másodperces elcsendesedésben fogunk majd mi is megállni a kedves családtagokkal a templomi alkalom után.